Jó, tehát a zöld csapatnál ketten nem kerülték meg a szélát. Jó, és akkor most összesítünk, Bence. Nagyon ügyesek voltatok. A következőt kérném szépen. Úgy álljunk fel, hogy a... Ja, akkor bocsánat, akkor maradunk így, jó? Mert eredményhirdetés lesz, akkor mindenki egymás mögé álljon be. Izgalmas, mert még én sem tudom, hogy ki ez. Ki lett a második, ki lett a harmadik, ki lett a negyedik. De azért, azért, ha tetszett, akkor egy nagy tapsot, jó? Mindenki! Úgy egymást is megtapsoltuk. Ha úgy gondoljátok, akkor minden hónapban csináltunk egy ilyen versenyt. Oké. Figyelem, figyelem, tehát az ünnepélyes pályaavatóhoz érkeztünk, az eredményhirdetés is most zajlik majd, de mielőtt még arra sor kerítünk, a két fotbalista csapatot, amely a házigazdák, egy nagy tapsot kérek szépen a Gulner iskola foci csapatának, kérjük szépen, hogy szintén sorakozzanak ide föl. Köszönöm szépen, illetve a Városgazda csapatát szintén ide a vonalra álljatok be. Köszönöm szépen a két csapatot. Gyertek, ti is álljatok ide be a csapatok mellé, oda az oldalvonalra. Arra az oldalra. Igen, akkor oda kérem szépen a futballistákat. Tibi bácsi mutatja hova. Így van, a másik csapat pedig ide. Kedves gyerekek, most pedig nagy szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, tehát a résztvevő játékosokat, a szurkolókat, és most arra kérek minden versenyzőt, hogy a szurkolóknak egy nagy tapsot produkáljunk, akik végig biztatták ezt az elmúlt fél órát, háromnegyed órát a sorversenyen végig. Kedves gyerekek, nagyon nagy öröm ez számunkra, hogy ezt a gyönyörű pályát itt felavathatjuk a mai napon. Már egy picikét hűvösbe fordult az idő, de itt a lámpa is melegít minket, illetve a forró hangulat. Reméljük, hogy kellő módon meg tudjuk ünnepelni ezt a mai napot. És kérem azokat a vendégeinket, akik a mai ünnepélyes megnyitóra érkeztek, hogy fáradjanak ide, hogy mindenki látas, hogy ki mindenki járult hozzá ahhoz, hogy ez a mai nap ilyen jól sikerülhessen, ezt a pályát át tudjuk adni. Szólítom először dr. Léva István Zoltán alpolgármester uram, egy tapsot kérek szépen. Szarvas Attila alpolgármester urat, Kis László urat az MLS képviseletében, Tóth András szintén az MLS képviseletében, Bagyár Lászlót, a Városgazda 18. kelet non-profit ZRT vezérigazgatóját, Kisné Balmon Gizelát, a Városgazda 18. kelet non-profit ZRT sportszervezési osztályvezetőjét, és természetesen a házigazdát, Kerekes Elek urat, a Gulner Gyula Általános Iskola intézmény vezetőjét. Hát hallani, hogy komoly népszerűségnek örvendenek, nagyon örülünk. Kedves gyerekek, most pedig a megnyitó részeként felkérem dr. Léva István Zoltán alpolgármester urat, hogy nyissa meg a mai alkalmat. Jó napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, igazgató úr, tantestület, minden kedves érdeklődő szülők, nagyszülők, aki itt van velünk ezen a szép eseményen. Szép esemény ez, hiszen az iskola életének egy fontos napja ez, amikor egy ilyen szép sportpályát adunk át. Abból a célból, hogy ugye azt hallani lehetett, hogy a kerületben egy pályaépítési program keretein belül jutottunk most el ebbe az iskolába is. Ugye ennek a fejlesztésnek több célja van. Elsősorban az iskolai testnevelés órák, a mindennapos testnevelés sok-sok felületet igényel.
így úgy gondolom, hogy ennek az iskolának is a lehetőségei bővültek. De mindezek mellett fontos szempont volt az is, hogy a délutáni foglalkozásokra, sportszakkörökre és egyesületi napokra, egyesületi lehetőségekre kínál megoldást ez a pálya. Sajnos itt egy kisebb pálya fér csak el, egy grunt méretű pálya, ahol lehet egy 20-40-es nagy futszálpályát valósítunk meg. Bízunk benne, hogy az egyesületi és iskolai érdekek mellett sok-sok kerületi baráti társaság is igénybe veheti majd ennek a pályának a magas színvonalát. Én kívánom azt, hogy nagyon sok itteni gyerek, kerületi gyerek, iskolás gyerek, vulneres gyerek sportoljon itt, vegyen részt a testnevelési órákon. Remélem, hogy a sportos egészséget és életmódra való nevelésre is remekül szolgál majd ez a létesítmény, illetve a tehetségesebb gyerekek akár a Városgazda Akadémia, akár más kerületi egyesületekben gondolhatják majd szárnyaikat. Én ebben bízom, ehhez kívánok nektek sok sikert, jó sportolást, jó focizást mindannyiótoknak, és fogadjátok ezt olyan szeretettel, ezt a pályát, amilyen szeretettel ezt mi az önkormányzat részéről adjuk nektek, használjátok egészséggel. Igazgató úrnak köszönjük, hogy segítette ennek a pályának a megvalósulását, és köszönöm minden kollégámnak is, aki a pályázat előkészítésében, lebonyolításában, valamint a Városgazda munkatársainak is, aki a pálya előkészítési munkálataiban részt vett. Hajrá, Gólner iskola, sok-sok ügyes focistát kívánok innen, ebből az iskolából is a kerületnek és a magyar labdarúgásnak egyaránt. Köszönöm szépen! Természetesen egy labdarúgónak is illik megszólni ezen a pálya avatón. Szeretném bejelenteni nektek, egy 17-szeres válogatott van közöttünk labdarúgó, az Újpesti Dóza 9-szeres bajnok csapatának tagja, Tóth András, aki szintén vállalt, hogy egy pár szóval köszönti ma a résztvevőket. Szeretettel köszöntelek én is benneteket, gyerekek, természetesen elpolgármesterület, a tantestület tagjai. Hát különösképpen benneteket, akik majd birtokba veszitek ezt a gyönyörű szép pályát. Egy-két gondolattal szeretném csak alpolgármester úr gondolatait kiegészíteni, hogy 2011 óta, amióta elindult ez a stadion pálya építési program, azóta büszkén mondhatjátok, hogy ti már 11-en rendelkeztek ebben a kerületben. Köszönöm ezért a labdarúgó szövetségnek, és természetesen az önkormányzatnak. Talán még annyit, hogy a polgármester úr talán szerénységből nem beszélt az anyagékról, de én azért kénytelen vagyok erről is egy pár szót ejteni. Ez a pálya, amit most ti látnak és átvesztek, ez közel 15 millió forintból épült, aminek 70%-át a labdarúgó szövetség a társasági adóból, és 30%-át az önkormányzat önerőből fedezte, és ez köszönhetően. A másik gondolat, amit szeretnék nektek elmondani, alkoholmester úr már említette, hogy sok jó focistát szeretne látni ezekben a pályánkban. Ti biztos, hogy nem emlékeztek rá, de szüleitek, nagyszüleitek tudja, hogy ennek a kerületnek a szülötte Deák Ferenc. Már nem az a Deák Ferenc politikus, hanem az a Deák Ferenc, aki nagyon-nagyon híres futbolista volt, és egy bajnoki év alatt 65 gólt rúgott, amit senki soha nem tudott megdönteni. Azt szeretnénk, és arra lennénk nagyon büszkék, hogyha ezeken a pályákon minél több kis Deák Ferenc nevelkedne, de talán nem is ez a fontos, hanem az, hogy minél egészségesebb felnőttek kiváljatok. Azt szeretnénk, és azt kérjük, hogy vigyázzatok erre a pályára, legyetek rá büszkék, és használjátok egészséggel. Köszönöm szépen Tóth András úr szavait, és akkor természetesen felkérem Kerekes Elek intézményvezető urat, tartsa meg köszöntőjét. Köszönöm szépen, kedves vendégeink, mindenkit nagy szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeket, gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, kedves ismerősöket. Nem húzom nagyon sokáig az időt, mert lassan odafagytok a pályához, de egy pici, nagyon pici, néhány gondolatnyi időutazásra szeretnélek titeket elhívni. Ez pedig nyilván valamilyen módon kapcsolódik az iskolához, az iskolánk eddigi 88 éves
történelméhez. A 88 évből 78 évet úgy élte meg az, az iskola, régen nevén Gullner, aztán Engels, majd megint Gullner, hogy tornaterme nem volt. Igazi klasszikus sportolási lehetőséggel soha nem rendelkeztünk egészen az elmúlt 10 évig. És ez a 10 év egy olyan fejlődési ütemet mutatott, amelyet hát elképzelni sem tudtunk néhány évtizeddel korábban. Mi volt itt gyerekkoromban? Hát a régi Forfa épület, régi Rocska, bocsánat, de még álló Forfa épület helyén volt egy füves, homokos, poros sportpálya, hát azon kergettük a labdát. Annak a végében volt mászórút, vagy fölmásztunk, vagy nem. Volt egy távolugró gödör, vagy átugrottuk a lécet, vagy nem. Nem volt semmi más. Ahol most állunk, ez nem is az iskola területe volt, hanem régi május 1 strandfürdő területe, amelyet valamikor 15-20 évvel korábban az iskola megkapott használatra, és ennek a helyén, vagy ezen a régi strandudvaron, szüleitek, nagyszüleitek még úgy ismeri ezt a területet, hát ezen épült meg ez a csodálatos műfüves pálya. A műfüves pálya megépítéséhez szeretnék köszönetemet kifejezni mindannak a rengeteg embernek, akik akár gondolati síkon, akár tevőlegesen, ténylegesen hozzájárultak ahhoz, hogy ti ma ünnepélyesen ezt a pályát birtokba vehetitek. Mi mindent segít ez a pálya rajtunk? Alpolgármester úr is elmondta, a testnevelés órákon fogjuk használni, egyre többször szeretném, hogy használjátok, tehát kérek szépen mindenkit, hogy a tornaságba most már a tréningruhát is vegyétek fel majd, mint alapfelszerelést, egyre többet. Délutáni foglalkozásokon már most is használjátok, és egyre több egyesület, főleg a Városgazda Akadémia ifjú focistái használják, de én bízom benne, hogy a szomszéd lakók nem fognak nagyon berzenkedni, ha egy-egy hétvégén szülők, nagyszülők, ismerősök, baráti társaságot is igénybe fogják venni. Én nagyon remélem, hogy hosszú távon is kiszolgálja ez a pálya a mi igényeinket, és nagyon bízom abban, és most Banyár László vezérigazgató úrra nézek, hogy azok a pici, apró cseprő kiszolgáló helyiségek, amik még otthonosabbá, még használhatóbbá teszik a pályát, nem sokára elkészülnek. Én kívánok nektek nagyon sok élményt, nagyon sok jó szórakozást, nagyon sok ötöst testnevelés során ehhez a pályához, vagy ezen a pályán, és a köszönet hangjai után vegyétek birtokotokban, és használjátok egészséggel. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezeket a szavakat, és akkor egy jelképes szavag átvágás következik. A vendégeink közül 4 főt szeretnék szólítani erre az aktusra, dr. Léva István Zoltán alpolgármester urat. Ide a felező vonalhoz esetleg, ha ide ki tudjuk a szalagot húzni, ide a címerhez, gyertek lányok két oldalra. Tóth András az MLS képviseletében kérem, hogy fáradjunk be a szavagátvágásra. Banyár László, a Városgazda 18. kerület non-profit ZRT vezérigazgatóját, illetve Kerekes Elek urat, a Gullner Gyula általános iskola intézmény vezetőjét. Tehát egy 4-es szavagátvágásra kerül sor. Én is akarok. Számoljunk be hangosan, gyerekek! 1, 2, 3! Utassuk fel a szalagokat, hogy sikerült, ugye, mert ők tört háttal álltak. Gyerekek, tanúsíthatom. Tökéletesen sikerült, mindenhol maradt egy-egy szalag. Tehát ezzel a pálya átadásra került. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát eddig is. Köszönjük kedves vendégeinknek, hogy elfáradtak és megnézték, illetve részt vettek ezen a mai pályavaton. Egy sorversenynek a végén vagyunk, aminek az eredményét már is hirdetjük. Bence, ott vagy a táblánál, tudsz-e nekünk segíteni? Itt van az eredmény. Az eredmény tehát azt mondja, hogy 4. lett, 16 ponttal, és tapsoljuk meg a piros csapat a harmadik állottál! 24 ponttal, harmadik, a kék csapat a 4. B-osztály!
21 ponttal, második a zöld csapat, a harmadik B-osztály, és a mai játékot megnyerte 31 ponttal a narancssárga, a negyedik A-osztály. Gratulálunk nektek, gyerekek, nagyon ügyesek voltatok, jó volt játszani ezen a pályán? Akkor ahogy a igazgató úr is mondta, lesz erre lehetőségetek mostantól kezdve a testnevelés órákon, és szeretettel köszöntöm a foci csapatokat is, akik most birtokba veszik majd a pályát, kérem szépen a Városgazda, illetve a Gulner általános iskola foci csapatát, hogy fáradjanak és vegyék be a pályára, fáradjanak, vegyék birtokba a pályát, egy kis labdapattogtatás után pedig indul a villámtorna. Figyelem, figyelem, az érmek, amelyek a sorversenyre érkeztek, itt a bejáratnál vehetők át, úgyhogy kérjük a csapatokat, akik részt vettek a sorversenyen, hogy itt a pálya szélén ne menjetek még el, most kerül a átadásra sor, tehát a pálya szélén minden osztály, aki részt vett a sorsversenyen, megkapja az érte járó érmet. Tehát kérjük szépen a játékosokat, hogy fáradjanak ide a pálya szélére, a futballistákat pedig, hogy kezdjék meg a bemelegítést, ugyanis a villámtorna indul itt a pályán elsőként. A citrom és a narancssárga csapat méri össze tudását, aki tud és van még ideje, maradjon velünk. A citrom csapat a Gulner iskola csapata, és a narancs csapat pedig egy vegyes csapat, amely a Gulner, illetve a Városgazda Akadémia játékosaiból áll össze. A játékidő pedig 10 perc, tehát ez alatt kell majd eldőlnie a mérkőzésnek. Álljanak föl a csapatok! Egy nagy tapsot kérek szépen, tehát itt van a két csapat, akik ma fölavatják a pályát, a focipályát. Zöldben, azaz citromban a Gulner iskola csapata, és narancssárgában pedig a Gulner, illetve a Városgazda Akadémia vegyes csapata. Sátor mellett most kerül majd sor az érmek átadására. Tehát azt mondja, hogy akkor nézzük a díjakat elsőként. Tehát a jó hírem, hogy bár volt különbség a befutó között, de a mai nap emlékére mindenki aranyérmet kap! És egy csokit, nem baj? No, akkor lehet ide jönni, megkapjátok az érmeket. Minden sorversenyes, aki részt vett, itt a stúdiós sátornál átveheti az érmet, illetve a csokoládét, és a javasolhatom utána egy kabátba gyorsan belebújni, mert az a kis felmelegedés, ami a játék közben volt, az már aláfagy. Köszönjük szépen, hogy részt vettetek, hogy vállaltátok a hidegbe is, tanárnéniknek is. Mindenki megkapta az érmét, természetesen lehet egy közösen fotózkodni, és gyorsan fölvenni a kabátokat, vagy bemenni a meleg helységbe. Ha még tudtok, akkor maradjatok velünk. Közben elindult a játék a focipályán, tehát a Gulner csapata játszik a Városgazda vegyes csapattal. Talán már gól is született? Tehát akkor 1-0-ra vezet pillanatnyilag a Gulner csapata.
óriási a küzdelem. Nincs kinn a labda sehol, tehát ahol a kispályás foci szabályai itt is érvényesek.